A börtönépítés mellett egy másik jelentős beruházás Kemecsén a járási tanúszoda kialakítása. Az alapkövet tavaly júniusban tették le, a tervek szerint még idén átadják a sportlétesítményt. Az úszoda az általános iskolával szemben épül, egy tammedencét és egy 25 méter hosszú, feszített víztükrű medencét is kialakítanak majd itt. A beruházás teljes mértékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium finanszírozza. Két nagyon fontos fejlesztésünk van. Az egyik a járási tanúszoda építése van folyamatban. Ez valószínűsíthető, hogy a szeptember végére befejeződik, illetve az elmúlt hónapban kezdődött el éppen a járási hivatalnak az építése. Itt a mellettünk lévő épület mellett fog megépülni a járási hivatal épülete. A Kemecsei Városháza építésére 361 millió forintot nyert a település. Ebből egy teljesen új, 700 négyzetméteres alapterületű intézményt tudtak kialakítani, amelyet még 2015. novemberében adtak át. A korszerű városháza mellett már javában zajlik az építkezés. Az új intézmény a járási hivatal funkcionális feladatait fogja kiszolgálni, illetve kormányablakként is működik majd, amelyből Budapest után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb. Összegszerűségében egész szerteágazó, mert összetett forrásösszegekről van szó, de körülbelül szerintem egy 400 millió forintos nagyságrendű a tanúszoda kérdése, és valamivel több mint 300 millió forintos a járási hivatal építésének a költsége majd. A városban több mint 5000-en élnek, ezért is fontosak a jelenlegi beruházások. De nem csak a Kemecsén élőket, hanem a járás 11 településének lakóit is kiszolgálja majd a tanúszoda és a kormányablak.